104 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét kívánok, velünk történt magazinműsorunkat hallják, és sportolunk az Oxo Energy Orosházi Női Kézilabda Klub vezetőedzőjét, Herbert Gábort köszöntöm a telefonvonal túlsó végén. Szia Gábor! Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat! Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésemre állsz. Első legfontosabb kérdésem, hiszen régen nem beszélgettünk, hogyan telik nálatok a nyár, hogyan vannak a lányok? Hát szerintem most már azért fáradtan vannak a lányok, most már felkészülés 5. hetének a végét várjuk, úgyhogy ez teljesen normális, de hát nem gondolnám, hogy más csapatoknál ez másképp lenne. Mire készültök mostanában? A fő cél az ugye a bajnokság, illetve a bajnoki rajt, ami szeptember közepén lesz, de azért addig még a jövő hétvégén lesz egy hazai rendezési torna, illetve szeptember elején 4-én fogadjuk a Szegedet a Magyar Kupában, de a fő cél a szeptember 13-ai bajnoki rajt. Na akkor beszéljünk már erről, az hogyan fog alakulni, milyen csapatokkal fogtok mérkőzni, merre? Ugye a kupánk az egy 6-fős kupa lesz, ez a jövő hétvége. Ott két csoportba zajlanak majd a küzdelmek, és ezt tekinthetjük egy ilyen félig főpróbának a bajnokság előtt héttel. Majd a következő héten a Szeged érkezik, mint ahogy említettem, hozzánk Magyar Kupa mérkőzésre, és szeptember közepén pedig Gödre fogunk látogatni. Az első bajnoki mérkőzés idegenben van, és a másik mérkőzés lesz a hazai, az pedig a Kispest ellen fog történni. Na és akkor most beszéljünk már úgy a lányokról, hogy hogyan látod a csapatot így. Hát hogy szokták ezt mondani egy vezetőedzősen, így mentálisan hogyan vannak a lányok? Hogyan készülnek a bajnokságra? Azt gondolom, hogy még nem kell a bajnoksággal nap mint nap foglalkoznunk, ez egy ilyen szempontból még távlati cél, azért van majd egy hónap még a bajnokság kezdetéig. Mentálisan én azt gondolom, rendben vannak a lányok, tudni kell, hogy ugye új csapat épül, ugye van új 5 játékosunk, új az edző személye, úgyhogy azért nagy változásokon ment keresztül az elmúlt időben a csapat, de mindenki pozitívan áll a dolgokhoz, a változásokhoz, változtatásokhoz, és ezt tartom a legfontosabbnak, hogy így is folytassuk tovább. Ugye eddig a felnőttekről beszéltünk, az ifistákkal mi újság? Az ifistákkal Nagy Ferenc kollégám tudna többet mesélni. Harsányi Viktorral ugye készül az ifi csapat, a Ferivel készülnek a serdülők. Én azt gondolom, hogy ők is szépen dolgoznak, nagyon sokat dolgoznak ők is, ugye a nyári szünet van, meg hát ebben a különleges helyzetben ugye, hogy nincs iskola már jó ideje, tehát ők is most már 5. hete edzenek, nagyon sokat, és készülnek ők is a bajnoki rajtra, nekik egy héttel korábban kezdődik, mint a felnőtt csapatnak. Tőled is meg kell azt kérdeznem, hogy ugye az első hullámban, amikor otthon kellett lenni, akkor a lányok hogyan tudtak készülni, hogy hogyan tudták magukat szinten tartani, hogyan oldottátok ezt meg? Hát erről én olyan sokat nem tudok ugye beszélni, mivel tehát én nekem július 1-től szól a szerződésem az orosházi női csapattal, ugye én máshol dolgoztam előtte, a kollégámmal pedig, az elődőmmel pedig ezzel kapcsolatban nem beszéltünk, úgyhogy azt tudom mondani, hogy a klub vezetésnek az egyetértésével is minden szabályt betartva, május végén, illetve június elején 3 hetet dolgoztam együtt már a lányokkal, és az inkább prevenció, rehabilitáció volt, tehát nagyon szép fokozatosan, majd kaptak a lányok a nyáron júniusban a pihenőt, és július elejétől kezdve pedig házi feladatot végeztek otthon 2 héten keresztül, majd július 15-én kezdtük meg a közös munkát felmérésekkel, illetve egy gyomaendőri csapatépítő 2,5 nappal, és a konkrét munka július 20-án kezdődött közösen. És akkor, ha már így mondtad, hogy július 1-től vagy élesben, idézőjelben, hogy érzed magad Orosházán? Nagyon köszönöm, egyelőre minden nagyon pozitív, nagy váltás volt nekem is, ugye első női csapat, akit trenírozok, eddig ugye a fiú utánpótlásban, illetve férfi felnőtt csapatokkal dolgoztam, úgyhogy nekem ez most egy nagy váltás. Fura egy-két dolog, de hogyha összességében kell rátekintem a dolgokra, csak azt tudom mondani tiszta szívvel, hogy nagyon-nagyon pozitív egyelőre. Tökéletes. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésemre álltál, és most így először tudtunk beszélgetni a Rádió 1-en. További jó felkészülés nektek, jó nyarat, jó egészséget. Nagyon köszönöm, és minden jót a hallgatóknak is, és neked is. Velünk történt című magazinműsorunkat hallják az Oxo Energy Orosházi Női Kézilabda Klub új vezetőedzőjével, Herbert Gáborral beszélgettem. Műsorunkat hamarosan folytatjuk, maradjanak a 104-jel.